kids come in. Me gustes la. Szépen, gyere, fáradj ide! Sok szeretettel üdvözöllek, üdvözlöm a kedves nézőket! Köszönöm szépen, viszont! A Zenesarok című vasárnap esti műsorunkban, és hát kivételesen most nem Tandori Sándor énekes a vendégünk, hanem egy nagyon kedves ismerőse, mégpedig annyi neved van. Nem tudom megjegyezni. Úgyhogy legyen te vagy, te Kovács vagy, te Buki vagy, te Géza vagy, igen. Ferenc, Ferdinánd, József, és a többi, és a többi. Mondd az igazi nevedet. Kovács, Géza. És a Buki? A Buki az ilyen becenév, de talán művésznév is. Uh-huh. Hogy szólítsalak? Buki az. Azon kívül, gyere ide. Aha. Buki B-be. Buki, igen. Mint Géza. Nem, csak simán. Simán Buki. Igen. Jól van. Akkor bukizni foglak. Oké. Okay. Ma este. Így jó. Köszönjük szépen az első dalt. Nagyon kellemes zene volt. És gondolom, hogy az est folyamán is hasonló ilyen zenéket fogunk hallani. Hát, igyekszem. Milyen műfajban lépsz fel? Általában vagy? Általában mindig. Igen. Hát inkább ilyen tánczene, ilyen retrós féle. Diszkók is, de az is inkább ilyen retró féle. Uh-huh. Tehát kicsit visszanyúlsz a múltba. Igen. Jó. Akkor most nyúljunk vissza a múltba. Mit fogunk hallani? A szemed. Akkor fáradjak helyedre, és a Szemed című dalt fogjuk meghallani. Egy nyári este csodott a végzet felé.
kigyújt a csillag, halolt az est harag. Szemedbe néztem, szerelmes lettem beléd. Úgy érzem én, ez nem múló kalag. A szemed, megígézett a szemed, ha rám tekintesz a szívem, megremeg. Ha várt tovább mész, én utánad megyek. Sorsom az, hogy én a rabod legyek, mert mindenki én észem a te szemed. Mert mindenki én észem a te szemed. Ah, yeah! Naponta várok, titokban lesve reám. Ha már a tájra leszállt az est homály, nem érti senki az est harangok szaván. Csak én, mióta a szívem érted fáj. A szemed, megigézett a szemed, ha rám tekintesz a szívem, megremeg. Ha bárhová mész, én utánad megyek. Sorsom az, hogy én a rabod legyek. Mert mindenki én észem a te szemed. Mert mindenki én észem a te szemed. Mert mindenki én észem a te szemed. Nagyon szépen köszönjük, Géza. Én is köszönöm. És arra vagyok kíváncsi, hogy miért éppen a retro világában utazol? Hát mert ezeknek a nótáknak még van mit mondani valójuk, meg jó dallamosak. Ezek inspirálnak. Hogy kezdted az éneklést? Hát véletlenül. No, erről mesélj valamit. Hát én, igazából én bassgitáros vagyok, aztán voltam... Mert ezt egyből láttam. Voltam egy zenekarban, és... Ez mikor volt? Ó, az már nagyon rég. A fiatal ember vagy. 23 éves voltam. Ja, azt hittem, hogy azt mondtad, nem. Azt akartad mondani, hogy 1823-ban. Hát nem. Voltam bassgitáros. Nem énekeltem semmit. Azt egyszer elmentünk próbára, a dobos, vagyis az egész zenekar. Te ketten, a dobos meg én előbb ott voltunk. Ez mikor volt körülbelül? 40 éve biztos. Körülbelül. Olyan nem baj, közönség beleszólhat nyugodtan. Olyan köszönjük szépen. 40. Segítsük ki a Gézát. Igen. És akkor nekiálltunk ketten hülyéskedni. Bassgitár, dob, meg énekeltem hozzá, hát amit tudtam. Most évtizedre gondoltam, igen. Hogy ez mikor kezdődött ez a zenei pálya? Hát, igazából.
ugye itt a közönség valami 40 évet mondott. 43 éve. 43, akkor most számoljunk vissza, az 1700, mikor is volt? Adj, tehát a 70-es években igen. Valamikor. Igen. És hogy jutott eszedbe egyáltalán zenélni? Hát én basgitároztam, az elég jó. Igaz, azt már elmondtad, elég jó, 77-szer, elég jó volt, de hogy jutott eszedbe a basgitározás? Tetszett a hangja, meg a... Én a mély hangokat szerettem mindig, és erre folyamodtam a bassgitárral. Na, és akkor, na. Ott hagytuk abba, hogy bárkány zenekarban. Nekiálltunk ülni ketten, a dobos meg én. Uh-huh. És akkor a gitáros, a főnök jött. A főgitáros? Jött az ajtónál, hallgatózott. Nem mert bejebb jönni, gondolom. Nem. Arra volt kíváncsi, hogy ki énekel. Aztán... Ezen te voltál. De én voltam. Hát azt mondtad, hogy nem énekeltél. Akkor igen. Ja, akkor még nem énekeltél. Még nem, csak így próbálkoztunk. Aztán bejött a gitáros, azt mondta, hogy Buki, szétrugom a sehajódat, mert elég jó a hangod, mától énekelned kell. Vagy... Ja. Ha nem énekelsz, akkor ki vagy rúgva a zenekarban. És így kezdődött, hogy próbálgattam először csak ilyen egyszerűbb nótákat, meg utána már ment minden. Mint a karikacsapás. Mondjuk bassgitárral nehéz ám énekelni. Mert? Mert függetleníteni kell. Hát rendesen a hangokat oda kell rakni. De hála Isten, belejöttem elég jól. Emlékszel-e még, mi volt az első dal, amit énekeltél? Jó, rég volt, mi? Nehezet kérdeztem. Nem, valami, azt hiszem, ez egy Soltész Rezsőnek volt a nótája. Uh-huh. Igen. De aztán hát csak... Igen, de csak bassgitároztad. Meg énekeltem. Énekelted is azért? Persze. Emlékszel még a szövegére? Nagyjából. Azon kívül, hogy nem. Ja. Mondd azt, hogy igen. Igen. Felhívták érte, hogy lássuk egymást. Így már bejött? Be. Na, ez egy nagyon jó kis nóta volt. Nagy sláger volt annak idején. Egyébként egy nagy tapsal köszöntsük Tandori Sándor énekes urat, itt van a közönség soraiban, hogy itt ebben a vasárnapi műsorban legalább láthassuk őt, ha nem is halljuk. Igen. Ugyanis pont az a leglényegesebb része romlott el az énekesnek, ami a legfontosabb, a hangszálai begyulladtak. Úgyhogy most némaságra van ítélve az orvos szerint néhány hétig. Úgyhogy gyakorlatilag, kedves nézőink, ebben a vasárnap esti műsorban lélekben van itt a Sándor, és meg testileg is. Már csak lélekben azért, hogy egy kicsikét segítse a te munkádat. Igen. És erősítsen abban, hogy remek nótákat hallgathassunk a igen. Mai este folyamán. Hát, mit hallunk most? Ámornyila lesz. Kedves nézőink, Ámornyilát fogjuk most mindjárt meghallani. Csak a gyönyörű lány. Ahol
szépe, azt a gyönyörű lány. A szívembe tét a lány, adott szerelmet éjszakán, sok ezer szépen, azt a gyönyörű lány. És aztán hogy folytatódott az énekesi pálya? Vendéglátó szintre jutottam. Az mit jelent? Hát az, hogy éttermek, meg itt ott néha. Nem állandó, csak ilyen hakni formában. De hát, ha hívnak, akkor szívesen megyek. Na most térjünk vissza 70-es évekre, pályakezdésre. Tehát elkezdtél énekelni. Igen. Hogy folytatódott ez az énekesi karrier? Hát, nem saját karrier volt itt, hanem a zenekari. Uh-huh. Együtt. Hogy hívták az együttest? Radex. Radex együttes volt. Hány főből állt? Négyen voltunk. Mi volt a felállás? Három gitár. Csak egy szóló, basszus, ritmus gitár, meg dob. Jó szóltunk, mert hát az, a megyét ott bejártuk, Komárom megyét, falu, ez az, falu napokon. Jó szólt a csapat, csak aztán jöttek kisebb gondok. Tehát feloszott az együttes? Igen. Hány év után? Nem voltunk olyan túl sokat. 4-5 évet voltunk együtt. Na hát, az épp elég idő. És utána, hogy folytatódott? Utána mentem vendéglátóba. Főállásként. Uh-huh. Basszusgitár. Te szólóztál, mint basszusgitáros, és énekeltél? Énekeltem, meg bassgitároztam, igen. De nem, ott is izé volt zongorista, dobos, én voltam a harmadik. Uh-huh. Igen. A dobos az szuper volt, de a zongorista az még nagyobb. Az egy vak zongorista volt, Petkó Feri, de nagyon ment neki. Erről jut eszembe egy dolog. Na, meséld. Öcsém, nagyon jó gitáros, egyszer eljött, vagyis nem, aztán ő is főállásba ment zenéni, azt oda rakták hozzánk. Aztán jött be, bemutatkozott a zongoristának, azt mondja. A öcsémnek az volt a neve, hogy Vak. A beceneve. Igen. Így mutatkozott be neki, hogy vak vagyok, azt mondja a Feri. Jaj, ki, ne veszélj, te is az vagy. Mi éppen ez volt a beceneve? Hát ilyen bandja volt, meg mit tudom, azt azért. Uh-huh. Hányan voltak testvérek? Öten, vagyis most már csak négyen. Uh-huh. Mindegyik zenél? Nem. Csak a... Csak te? A öcsém. Meg az öcsét. Igen. De hát ő nem jár így, most nincsen zenekar neki. Meg Nyíregyházán lakik. És? Nem nagyon ismeri ott még a terepet, meg mit tudom én. Hát gondolom, alig lakik 20 éve ott, úgyhogy még nem sikerül. Mennyi ide lakik ott? Talán 2 év. Meg nem sikerült ezt a hatalmas várost felderíteni? Na, de azt mondja, nem is tetszik neki. Jó. Mit hallunk most? Balatoni nyár. Lássuk és halljuk a balatoni nyarat.
újra vár. A parton igen, repülős irány, majd fent az égben nekünk jár. A parton igen, osztor bulizom, minden éjjel újra vár. A parton igen, a szól a gitár, majd lent a spélye nekünk jár. A parton igen, osztor bulizom, minden éjjel. Nézőink, akik most kapcsolódnak be ebbe a műsorba, ez a vasárnap esti zenesarok, és a ma esti vendégem Buki Kovács Géza barátunk, és egy nagy tapssal köszöntjük körünkben Kandali Sándor énekes urat, aki tulajdonképpen testben is, meg lélekben is itt van, mert az orvos eltiltott az énekléstől a hangszergyulladás miatt, de hát gyakorlatilag ez az ő vasárnap esti műsora, és hát azért hívott meg téged, kedves Buki, igen, hogy ének híján helyettesítsd, és nem maradjunk kellemes melódiák nélkül. Igen. Mit hallunk most? Hát ez egy nagyon régi melódia. Az alvilágnak nincs romantikája. Lehet. Mehet? Hallgassuk meg. Oké. Okay. Mehet. Tengerén túl
utcából lop, hol áldogálna áldozatról esve, sárnak tartó szülött aggyalok. Egy kis kávéház ajtaján betérve, én önfeledtet utánuk megyek. A füstfelhőben harmonika nyávó, én hallgatom te fájó éneket. Mert azt ki kéne cserélni, hogy újra boldog és vidám legyek. Az alvilágban nincs tavaszi szellő, se nyár, se ősz, se ég virágos tény. Én mégis lejárok az alvilágba, egy sávban tartó züllött segély. Nevetnek ott, ahol meglátta a sarki lámpa régi jó barát. Én éjszakai lúgcsavargó lettem, oly halálosan szeretem magát. Én éjszakai lúgcsavargó lettem, oly halálosan szeretem magát. A 70-es éveknél tartottunk, igen. Föloszlott a zenekar, a Radex, igen. És utána elmentél vendéglátózni. Igen. Ez körülbelül olyan 40 éve történt. Mi történt a továbbiakban? Oh. 40 évig vendéglátóztál, és abból éltél? Nem. Hát... Neked van valami nem. Szakmád, vagy egyéb elfoglaltságod? Hát vannak ilyen. Schuster. Meg ezermester vagyok. Uh-huh. Mindenhez értek. Jó, hát azt szokták mondani, hogy mindenhez ért, az nagyon nem folytatom. Ja. Igen, szóval Sándor mosolyog, akkor tényleg nem csak lélekben, testben is itt van. Egyébként csak bólincs, hogy meg vagy elégedve a másik mesterrel. Mert nincs ott mikrofon, kedves nézőink, úgyhogy, na igen, szóval, aztán mi történt? Vendéglátóból? Nem végig ott voltam. Mi lett? Dolgozgattam itt is, ott is, meg haknizás itt-ott. Nagyon szűkbeszédű vagy, nem könnyű belőle kifacsarni a szót. Igen. Szóval itt is voltam, ott is voltam, ott is voltam, itt is a voltam. A lényeget megmondtam. A lényeget azt szeretném kihúzni belőled. Úgyhogy, na jó, szóval mivel foglalkoztál, ha nem zenéltél? Munka. Közelebbről? Hát, cipőgyár, itt-ott, meg igen. Minden. Igen, melyik cipőgyár? Ahol több pénz volt. Melyik cipőgyár? Duna cipőgyár. Uh-huh. Ez hol volt helyileg? Az Oroszlányom. Ott laktál? Igen. De hát megszűnt az a gyár. Persze. Is. Hát most Győrbe lakok. Már. Jó, ne szaladjunk annyira előre, maradjunk Oroszlánynál. Oroszlányban vendéglátóztál a munka mellett? Igen. Hol? Éden. Étterem, vagyis ez inkább presszó. Ott mindenhol, ahol lehetett Oroszlány. Felléptél? Igen. Mennyi szórakozó hely volt Oroszlányban akkor? Ez a 70-80-as évek, gondolom. Hát akkor sok volt. Hát 4-5 biztos.
De olyan, ahol élő zenek volt mindenhol. És te adtad az élő zenét egyik másik helyen? Nem, én is. Volt több zenekar ott, Oroszlányom. És hogy szerződtettek? Tehát bement az üzletvezetőhöz, és azt mondtad, hogy én vagyok a buki, és azonnal buktak rád, hogy hogy történt? Vittem egy demót meghallgatni, és tetszett, akkor mondták, hogy jó, oké, jöhetsz. Egy héten hányszor zenéltél? Hát abban időben hármat biztos. Ezért járt valami gázsi, vagy csak szerelemből? A gázsi is volt. Nem volt rossz gázsi. Uh-huh. És csajok? Nem voltam az a nagy csajos volt típus. Uh-huh. Hát itt a közönség soraiban itt ülnek a barátnőid, úgyhogy nem ismersz mást mondani. Voltak, egy pár volt, de hát nem vészek. Na mesélj! Nem tudok. Mi volt az első szerelem Oroszlányban? Az milyen volt? Én már nem emlékszem rá. Akkor visszahozottam. Az első, az mindjárt ezért. Abból lett a házasság. Na ugye, csak jól kérdeztem rá, hogy mi volt az első szerelem. Öcsém, hát házasság öcsémnek, volt a vége. Öcsémnek a barátnőjének volt az én asszonyom. Az unokaöccse fiának a lánya, igen. Véletlenül összejöttünk. Ja, úgy kezdődött az egész, hogy nem-e tudna valaki hátul levágni a haját egyenesre. Én mindjárt jelentkeztem. Nincs muszter. Igen. Ezt körbevágtam minden, aztán. Belét szereted? Nagy puszi ez az, meg mit tudom én. Ezt utána kezdtünk el. Mi volt az, meg mit tudom én? Az mi volt? Legyünk egy kicsit indiszkrétek. Na minden. Minden volt? Persze. Na, ne részletezzük, mert nem, kicsit még korán van, így este 8 óra után. Akkor inkább énekeljél. Ojé. Mit hallunk? Hát, boldogságra vágyom. Mindenki. Jó. Halljuk. Oké. Csíkkel. Örök vesztes, vesztes vagyok.
Köszönjük szépen. Hát mindenki boldogságra vágyik természetesen, és akkor bekövetkezett a boldogság, és a házasság igen. Gyümölcseként született a gyereketek. Nem. Hány évig voltatok együtt? Össze. Emlékszel-e még a volt nejednek a keresztnevére? Emlékszem, Éva volt, de sajnos már nincs az élők sorába. Hány évig voltatok együtt? 15 évet voltunk. Hát az volt a baj, hogy mellével volt valami baj. Rákféle. Jó, erről most ne beszéljünk. Tehát elment. Elment. Az a lényeg, és akkor megszakadt a házasság. Igen. És regény ember maradtál. Ez még Oroszlányban volt? Nem, ez már Tatabányán volt. Úgy látom, te szerettél vándorolni az országban, mert előtt mondtad, hogy most Győrben laksz. Igen. Miért szeretsz vándorolni az országban? Nem szeretek sokáig egy helyen lenni. De miért? Jobb kicsit itt is, ott is nézelődni. Itt Győrben most nagyon jó. Jó, adjuk még Győrben, még messze vagyunk, hát valami műsoridő vége. Ne nézz őket, nem fognak segíteni. Rám néz, okay. Majd én segítek. Na, jó. No, akkor elkerültél Tatabányára, és ott mi történt? Hát semmi, végül is. Zenélgettem. Továbbra is? Továbbra valamelyik is. Szórakozó helyen? Igen. Hol itt, hol ott. Ott Tatabányán már több lehetőség volt. Ez a 80-as évek, gondolom. Igen. De hát előtte, hogy megnősültem, elmentem a bányába, vagy bányához dolgozni. Uh-huh. Hát, és mit csináltál? Hát de ott elővájás, fronton, itt-ott. Igen, az már kemény fizikai. Az egy kemény munka, igen. Fizikai meló volt, de bírtam. Csak az volt a baj, hogy volt egy zenekar, hogy hétvezérbe Tatabányán, hogy hívtak, nem volt bassgitárosuk, hogy menjek el. Hát, nagy nehezen elmentem. Pedig már a bánya is elég jó ment. Kuburcik igazgató könyörgött, hogy ne hagyjam ott őket. Jól fogok járni, minden. Jó, de... hát a bányászok jól kerestek igen. Abban az időben, de azért csak megfogott a zene újra. Igen. És akkor ott hagytad a bányát. Ott hagytam. És akkor főállásban elmentél zenélni. Újra. Újra. Elkezdtél zenélni. Elég jó kis zenekar volt. Itt már teljes felszere, vagyis billentyűs is volt. Meg mindegyik énekelt a zenekarba. Jó volt. Hogy hívták a zenekart? Reflex. És hogy állt össze ez a zenekar? Már hangszerileg? Igen, hangszerileg. Aha. Bassgitár, szólógitár, billentyű. Bassgitáros te voltál? Igen. Ezért kerestek meg? Igen. Szólógitár, aztán mi volt még? Billentyű, meg dobos. Ez már szintetizátor volt? Igen. Dobos, ez négyedik, jól számoltam? Igen. És ki volt az ötödik? Azt mondta, hogy öten voltatok, ha jól emlékszem. Lát, nincsen. Akkor csak négyen voltatok. Szólógitár, igen, billentyűs, dob. Négyen, ja négyen volt. Akkor az öt tagú zenekar az igen, négy volt. Négy. De hát jó volt. És akkor mennyi ideig játszottál ebben a zenekarban? Ez olyan 3 évig körülbelül.
és utána mentél egy másik városba, gondolom, ugye? Igen. Na de majd innen folytatjuk. Jó. Mit hallunk most? Hát, Bolondok háza. Helyes, halljuk. Oké. Jaj. Szeretet a szívembe, itt marad, hogy messze száll. Kibe jár a szerelem, hogy védkezzen, mindörökre már. Bekopog a szeretet a szívembe, megérít és felkavar. Leunyom a szememet, hogy elhiggyem, ez mindig megzavar. Bolondok háza a szívem, ilyen az életem. Bolondok háza az ilyen, semmit nem hoz már nekem. Bolondok háza a szívem, ehhez már nincs szava. Bolondok háza az ilyen, hát maradok így egymagam. Bolondok háza a szívem, ez már nincs szava. Bolondok háza az ilyen, hát maradok így egymagam. Háza a szívem, ilyen az életem. Bolondok háza az ilyen, semmit nem hoz már nekem. Bolondok háza a szívem, ez már nincs szava. Bolondok háza az ilyen, hát maradunk így egymagam. Bolondok háza a szívem, ez már nincs szava. Bolondok háza az ilyen, hát maradok így egymagam. Bolondok háza a szívem, ilyen az életem. Bolondok háza az ilyen, semmit nem hoz már nekem. Bolondok háza a szívem, ehhez már nincs szava. Bolondok háza az ilyen, hát maradok így egymagam. Bolondok háza a szívem, ehhez már nincs szava. Bolondok háza az ilyen, hát maradok így egymagam. Köszönjük szépen! Tatabányánál tartottunk. Igen. És mi volt a következő állomás? Vissza Oroszlány. Miért éppen Oroszlány újra? Hát, nem akartam besokalni. Uh-huh. Pénzileg. Igen, túl jól kerestél Tatabányát. Igen. Hát ott volt a ház, meg mit tudom én. Uh-huh. Gondoltam, könnyebb lesz valamivel. De végül is jöttek utána még zenélések, de nem állandó ilyen hakni formába. Uh-huh. Tehát kicsit visszafogtad a zenélés? Igen. Hát... De miért? Elmentem dolgozni. Jaj, nem mondott komolyan. Ó, gyárban. Ne ijeszteges minket. Komolyan. És ott... Ugyanoda? Nem, ez egy
nem tudom, autóalkatrész, ilyen préselés, akkor kiszolás, ez az mindenféle munka. Nem volt rossz, mert jó fizetett. Uh-huh. Hát, elég sokáig ott voltam. Hány évig bírtam? Az a baj, hogy egy-két évig? Megszűnt. Azért meg volt? Nem. Az is megszűnt. Érdekes, hová te elmész? Tovább. Ha te elmész, az egy idő után megszűnik. Igen. Hogy van ez, Bukikám? Mert ezek mind ilyen kifutóba vannak. Nem. Ez a gyár, ami megszűnt, összevesztek a Bosch-sal. Valami véget, nem tudom mi, nem árulták el. Ez már 80-as évek? Nem, ez mostanában volt, most már. Ez a rendszerváltás után volt? Igen. Ez akkor sokáig volt a Tatabányán, nem? Visszamentem Oroszlányra, igen. Tatabányán, mennyit? Mennyi időt bírtál Tatabányán? Vájárként? Vájárként nem sokáig voltam, mert elcsaltak. Elcsalt a zene? Igen. Teljesen főállásban? Igen. Hát kár volt, mert nagyon nagy pénzt keresettem volna, ha még ott maradok. Ha még bányászkodsz tovább. Igen. De inkább zenéltél. Igen, az fogott meg. Jó, és akkor utána Oroszlány megint? Igen. Hány év után? Hát ötöt mondtál nekem. 18-20. De akkor abban mégiscsak 18-20 volt. Igen. Uh-huh. Csak elkezdtünk a rendszerváltáshoz. Igen. És akkor Oroszlány. Csak az, hogy pontosítsuk a dolgot. Na, látom, szeretnél énekelni, mert ez a adástükör. Igen. És mi következik most? Halljuk. Cigány karaván. Ez is egy régi nóta, de biztos jó. Kocsiján ülte rá, kis Józsa. 50 fillérét, nekem annyi sok jót
foglalj helyet itt körünkben, és arról mesélj, hogy mi történt oroszlány után. Semmi olyan, ami... Említése méltó. Igen. Na, én majd kiszedem belőled. Mert nem olyannak ismerlek, hogy ültél az autógyárban, és szereltél, és dolgoztál naphosszat, ha nem mellette azért eljártál komolyan zenélni. Igen. Mint azt mondtad volna. Igen. Eljárogattam, csak már nem olyan sűrűn. Azt is mondtad. Igen. De... Itt szóloztál, vagy egy zenekarban voltál? Hát utána már inkább egyedül. Miután? Mikor a zenekarosdit abba hagytam. Most oroszlánról beszélünk. Igen. Rendszerváltás után vagyunk. Igen. Már egyedül csináltam. Tehát elmentél egy vendéglátóhelyre. Igen, billentyűvel. Jelentkeztél. Igen. Fölvettek. Igen. És billentyűztél. Igen. Na jó, hát ekkor már a szintetizátorok szinte persze mindent tudtak játszani. Igen. Tehát helyettesítettek egy zenekart, akár. Hát meg jó volt a hangszer is, jó szólt. Meg azért keveset én is belejavítottam a nótákba, meg mit tudom én. Jó szólt. Ez mit jelent ez a javítás? Hát nem mindent élőbe játszottam, hanem ilyen kisegítő lemezek voltak, meg mit tudom én. És ahol nem szólt például jó a valamelyik hangszer, azt kicserítem benne. Uh-huh. Tehát fel tudtad javítani a igen, muzsikát. Igen. Jó dögösre. A basszus az biztos jó szólt. Igen, hát a basszus a specialitásod. Igen. Hát igen. Milyen dalokat énekeltél abban az időben? Emlékszel-e még rá? Minden. Na, tudtam, hogy ezt fogod mondani. Címeket tudod mondani? Black-től a Wonderful Life. Meg Words. Külföldi számokat énekeltél? Egy pár. Elég nehéz volt. Angolul nem tudtam. Vagy nem is tudok. Hát, többnyire... Amit tudtam magyarul, meg a Kamon Szava ilyesmi. Volt állandó közönséged? Van is. Igen. Most oroszlányon nyomom, Borostyán étterembe. Most is oroszlányban dolgozol? Igen. De csak egy napot, uh-huh, szombat. A többi napon hol vagy? Többi napon most Pihibe vagyok. Hol itt, hol itt, hol ott, azért néha elmegyek. De csak a hétköznapok. A szombat az állandó. Állandó fellépés. Igen. Jó. Mit hallunk most? Csak egy tánc volt. De egyet kihagytál, egy dalt, a Bulizunk a Mennyországban. Nincs kezded el énekelni? Bulizunk. Volt az már, nem? Nem, nem volt. Ne nézz rájuk, ja, biztos, jó, hogy nem volt. Akkor viszont arra kérjük a hangmérnököt. Nem, mehet a Mennyország. Menjön a Mennyország, okay, most, jó? Jó. Mehet. Halljuk. Gyere, fáradjál. A világot jelentő kamerák elé.
halva a kedvenc énekem. Hogy én a földről jöttem, angyalom, mert a jó hulikat ki nem hagyom. Váratni az utolsó vacsora, imádom a szól a muzsika. Mert én a földről jöttem, angyalom, Szent Péter úr már vár nagyon. Egész éjjel diázunk, angyalokat cicázunk, úgy lesz a mennyország a hajnalig. Iszik a jó, mi sem volt, ilyen jó, még sosem volt, úgy lesz a mennyország a hajnalig. Köszönjük szépen! Most már túl vagyunk a műsor felén. És pontos ember az órájára néz. És úgy veszem észre, hogy két végletű számokat szeretsz énekelni. Egyrészt a romantikus területről, meg a pattogó muzsikát is szereted. Igen. Miért éppen ez a két világ az, amiben szeretsz zenélni? Hát, szeretem a lassú, szép
melódiákat, gondolom. Melódiákat. A pattogósokat meg azért, hogy kicsit felvidít. Lehessen pattogni. Igen, lehet. Jobban tudjak pattogni. Ébredjenek fel. Igen. Úgyis mindig azt mondják, hogy Buki jó pörgősset játssza. Ilyenkor egy kicsit főszoktam pörögni. Nem kell összeszedni semmit, mert jó a műsorom van. Ez egy része a műsorodnak. Csak egy. Körülbelül hány dal, amit szoktál játszani, vagy tudsz játszani? Körülbelül. Ja. 50, 100, 200, 2000. Aha. Hát inkább a 2000. 2000? Hát persze. Tehát ez a 19 dal, semmi. Ez gyakorlatilag éppen ott csak kizelít. Igen. De hát vannak ennél sokkal jobbak is, csak... Csak ez volt elég, még ez is sok, nem? Hát... Mármint neked, vagy kinek a közösségnek? Már így az én műsorban. Műsorban? Hát beszélgethetünk is. Ja. Gyakorlatilag, vagy csapkozhatunk. Mit szeretnél? Nem. Gyönyörű sakkészletem van itt. Épp az, hogy malmozni tudok. Malmozni tudsz. Hát figyelj, malommal nem szolgálhatok, viszont te most szolgálj valami szép muzsikával, mit hallunk. Akkor most jó. Mi a dal címe? Hát mi legyen? Csak egy tánc volt. Csak egy tánc volt? Igen. Hát akkor legyen csak egy tánc. Szécsi Pál. Jaj. Azután ment, mint a könyvő, egyet mentünk, haza az időn, és a többében túl. Csak egy csókó, hordítélem, hanyagra okkal, kapított el a többször mondta, és a kocsúzom, és a többében túl. Nyílt a kapu, kivált rá, nem volt az már, csak a mamát. Rád is fordul, de tudod, csak egy táncú, de már fogd fel, ma lesz az ember, az is kérdez, a kezed az ugó, és a tudó. Ment minden könnyedén, együtt mentünk, haza az ipon, és a tudom mentünk. Csak egy csókó, volt a világon, amit lakban, kapott el a
Köszönjük szépen! Tehát Oroszlánynál tartottunk, igen. 90-es évek. Hogyan folytatódott a zenei karriered? Hát mi karrierről nem beszélhetünk annyira, még egy kicsit távolba, de hát megyeget. Akkor most nézzük vissza, hogy mi volt a 90-es években. Rég volt. Rég volt. Próbálj visszaemlékezni. Te dolgoztál? Dolgoztam is, meg zenélgettem is. De csak ilyen hakni szinten. Mit értesz hakni szint alatt? Hát, hogy nem egy helyen, meg mit tudom én, hanem mondjuk meghívnak valahova, elmész, és akkor ezeket hívják szerintem hakninak, hogyha el tudsz menni valahova. Uh-huh. Hogyan jutott el híred neved Oroszlányban, hogy a Bugit érdemes meghívni? Hát, csak engem ismernek, mert én vagyok a legjobb. Na jó, hát a szerénység ez az most egyből kiderül. Nem igazán. Vannak ott jó zenészek, de hát általában a legtöbb az magának játszik, meg szóval nem tudnak vendéget szórakoztatni igazából. Mi kell ahhoz, hogy valaki szórakoztasson is? Ne csak zenéjen, hanem szórakoztasson. Hát nem szabad egy stílusnál leragadni, hanem mindenféle műfajt kell játszani. Uh-huh. Mit szeret a közönség inkább hallgatni? Mitől lesz valaki vonzó egy vendéglátó helyen? Tőlem meghallgatnak mindent, mert azt mondják, hogy mulatósokat is játszok. De most nem hoztál, úgy látom. De ezeket jobban csak azért, hogy vendég tudjon szórakozni. Igen. Miket szeretnek a vendégek elsősorban hallgatni? Ilyen régi diszkós témákat, Zoltán Erika, meg ilyesmi. Uh-huh. De elég jó szónak a múlták. Most meg vagyok elégedve a beállítása ott. Eddig úgy kellett motyogni. Nem lehetett kinyitni a hangodat, mert akkor egy bűzé jöttek szóra. Hogy túl hangos vagy? Igen. Jó. 90-es évek, térjünk vissza. Meddig voltál Oroszlányban, 90-es években? Hát, míg be nem zárt a gyár? Hát, nem tudom. Tizenötig körülbelül. Na, sokáig bírtad. És utána hová mentél? Hát, utána pihenőbe. Sehol. Nem is zenéltél, nem is dolgoztál? Nagyon ritkán. Igen. Na, mi volt ritka? A munka volt ritka? Vagy a zene? A zene. A zene volt ritka? Igen. De miért? Hát, úgy gondoltam, hogy frissítem a nótáimat, aztán ahhoz kellett egy kis idő, hogy kicserélni teljes műsort. Most a 90-es években igen, vagyunk, ugye? Kicseréljem az egész műsort. Meg hogy akármit kérnek, azért nagyjából el tudjam játszani. Uh-huh. Na most egy intim kérdés. Igen. Ha nem dolgoztál, nem zenéltél, miből éltél akkor? Nyugdíjból. Jó, akkor már nyugdíjas voltál? Igen. 90-es években már nyugdíjas voltál? Nem, akkor még nem. Nem tűnsz olyan idősnek. Nem. Na akkor gondoljunk vissza a 90-es évekre, hogy teltek a napjaid. Hogy valami kis pénz magra szertenél. De
akkor még dolgoztam főállásban, a gyárban. Uh-huh. Igen. De most ott tartottunk, hogy megszűnt a gyár. Igen. De hát és akkor utána hova mentél? Mikor szűnt meg a gyár? Azóta nem dolgozok. Azóta nyugdíjban vagy? Igen. Hát akkor tényleg 100-valahány éves lehetsz. Pihenni is kell, igen. 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 És a dúsgazdag nyugdíjasok megpihennek. Meg zenélnek. Jó is lenne a dúsgazdag lenni. Na, mit hallunk most? Mi legyen? Mi legyen? Zene. Aha. Mi legyen a zene? Mit üzenjünk a hangmérnöknek? Csupa könnyű szobám. Aha. Hát, akkor legyen ez a vidám dal. A csupa könnyű a szobám. Idézőjelben mondva okay. Természetesen. Jó. Csupa könnyű a szobám. Jó. Ha nem vagy nálam, csupa sóhaj a szám. Miért nem vagy nálam, bár hallanám, hogy jönnek már az ismert léptől. De csak jajgat a szél, s én árván félem. Jumosabb lett az én, forróbb a vágyam. Itt az óra zenél, az éjszakában. Kint az utcán, villamosabb, és szürként hozzám. Már a hajnali kör, mégsem vagy nálam. Kül az utcán, villamosan, és szürkén felszáll. Már a hajnali kör, s mégsem vagy nálam. Azt kérdezem tőled, hogy hogyan tudsz egy ilyen szomorú nótát mosolyogva énekelni? Nem szabad elkenődni. Belül azért... Megérint? Megérint. De kifelé azért azt kell mutatni, amit a közönség is akar látni. Nem vagy annyira szomorú, nem tudom. Hogyan választod ki a dalaidat? Hát, hangilag, ami tetszik. Csak olyat játszok, ami tetszik nekem. Hát meg persze, ami úgy, futós lágerek, amit szeret a nép. Meg persze, ami fekszik a hangomhoz. Minden nótában nem vágok bele. Nem szeretek visítani. Sokan nem is tudják, hogy... Sokan egy más hangfekvésű nótába is belevágnak. Igen. Neked mi a hangfekvésed? Én D-ben vagyok. Uh-huh. D miben? Dur. Dur vagy? Uh-huh.
Tehát gyakorlatilag is. Egy ilyen mély hangzásod van. Igen. És ez a hangzásvilághoz keresel nótákat. Igen. Hát menne biztos a magasabb téma is, ha mondjuk gyakorolnám, de hát ezt nem kell gyakorolni. Nem kell azt csinálni. Ami nem megy, azt adjuk másra. Uh-huh. Szeretek én gyakorolni. Sőt, én egy nótát addig gyakorolok, még ha nem is profin, de azért megszólal. Honnan választod ki a nótákat? Hát, járkálok azért néha ide-oda. Hallom. Meg a YouTube-on. Ott vadászgatsz? Vadászgatok. Uh-huh. Igen. Meg vannak barátok, zenészek, kollégák. Ezt küldenek, azt küldenek. Hát ha jó, akkor igen, megcsinálom. De hát ami nem jó, az nem. Hogy ítélsz meg egy nótát, hogy jó vagy nem jó? Fogja el szeretni a közönség, vagy sem? Hát, hogy milyen a mondani valója. Első a szöveg, és a dallam. Az a lényeg, hogy jó melódikus legyen. 2000-es években. Tudja énekelni, aki akarja. Akár veled együtt. Igen. Akár majd otthon a fürdőszobában. Ott is. Igen. 2000-es éveknél tartunk. Mi történt akkor veled? Hát, még mindig otthon voltál, és vártad a nagy nyugdíjat? Vagy? Vártam, ja. Vagy inkább elkezdtél nyüzsögni? Hát, nyüzsögés, igen, az volt. Hol itt, hol ott. Tehát, igazából járogattam. Még mindig Oroszlányban van? Stúdiókban. Még mindig Oroszlányban vagyunk? Még ott, igen. Próbálkoztam a hatos csatornán is. Jó, 2000-es éveknél tartunk, úgyhogy akkor mi történt? Semmi változás. Ültél otthon, nyugodtan? Nem, hát hol itt, hol ott felbukkantam. Pénzes postást, hoztam a nyugdíjat. Igen. De hol bukkantál fel? Ezt akarom kiszedni, de csak megkerülöd a forrókását. Na, mesélj, légy szívesen. Éttermekben meg. De Oroszlányban vagyunk, ugye? Nyugtass meg, hogy Oroszlányban vagyunk. Onnan indultam. Tehát 2000-es években még mindig Oroszlányban voltál? Igen. A is, meg nem is. Igen, mi a nem is? Nem mindig voltam oroszlányom. Volt. Messze is voltam. Például hol voltál? Dombóvár. Igen, aztán? Voltak rokonok, vagyis vannak. Tatán, hol itt, hol. Ezeken a helyeken is felléptél? Igen. Mennyivel másabb a közönség Dombóváron, mint Oroszlányban, vagy Tatán? Hát ez az, attól függ, mit játszó, milyen műsorod van, hogy meg tudod etetni a néppel, amit játszol. Mert ha nem jó, meg nem úgy adod elő, hogy szomorú mondjuk egy vidám dalt, azért már nem elküldene. Mindent jól kell előadni. Hát ez örök igazság. Na, erre az örök igazságra halljunk most valami nótát. Hú, na. Elbúcsúzom. Egyen az. De hát ez még nem a igazi nóta, de nem a legjobb. Elbúcsúzom, időnk lejárt, a dar most véget ért.
megyek tovább. Elbúcsúzom, Isten vele, többre már nincs erőm, én elmegyek. Talán, ha visszatérek én, feledve minden, elsőként lejössz majd felé. Nem lehet láthatatlanul közöttünk más is. A szerelem önző nap úr, elbúcsúzom, időnk lejárt. Dal most véget ért, megyek tovább, elbúcsúzom, Isten vele, többre már nincs erőm, én elmegyek. A szívvel jössz felé, vállalva engem, nem lenne már csak te meg én. Elbúcsúzom, időnk lejárt, a dal most véget ért, megyek tovább, elbúcsúzom. Isten vele, többre már nincs erőm, én elmegyek. Jó. Mikor kezdtél ismét intenzíven dolgozni is, meg zenélni is? A zene az inkább olyan mostanában kezdődött. Újra? 2-3 éve. Igen. Mióta nem dolgozom, jobban mondva. Négy éve akkor. Azóta... És akkor volt egy hosszabb kihagyás? Igen, zenei, az volt kihagyás. Hát a gyárban nyomtam rendesen. Aztán utána nyugdíj. Most azt mondtad, a gyár az megszűnt. Megszűnt, persze. De hát és akkor nyugdíjba tudtál vonulni? Nem, én már előtte el tudtam menni. Uh-huh. Nem volt rossz, mikor már nyugdíjas voltam, még dolgoztam ottan valami 3 vagy 4 évet. 3. És jó volt a pénz. Nyugdíj, hát jobban kerestem nyugdíjasként, mint mikor főállásban voltam. Térjünk vissza a családra. Megnősültél-e még egyszer? Volt-e újabb szerelem? Hát, igen, élettársi kapcsolat volt. Nősülés nem volt de már. De szerelem volt. Igen. Jó volt vele minden, mert csak sajnos itt is közbevágott a elmenet. Uh-huh.
megszakadt a kapcsolat. Hát igen. Hát úgy ment el, hogy szegény meghalt. Ja, elnézést kérek. Neked minden kapcsolatot úgy végződik, hogy mélyebb kapcsolatot, hogy az illető különben szólva elmegy. Mit csinálsz te a nőkkel? Semmit. Mi nem dolog? Hát ez a baj. Talán. De ez sokáig tartott. Hogy nem zenélsz nekik eleget. De. Már muzsikálsz nekik szerintem is. Sokat is, igaz? 28 ez a második, az már 28 évig volt. Mi volt a hölgy keresztneve? Terézia. Hol alakult ki a szerelem? Hát... Hol ismerkedtetek meg, és hogyan? Ez véletlen. Még a első asszonya voltam a Muternál, és ez a Terézia is ott lakott abban a lépcsőházban, ahol a Muter az édesanyját jelent, ugye? Hol gondolom? Hát... Isten. Jött. Ja, ő jött főfele a lépcsőn, mi meg mentünk lefelé az asszonnyal. Ezt akkor egymásra néztünk, és ott megakadt egymáson a szemünk. Mi tetszik neked egy nőben? Elsősorban az alakja. Milyen legyen? Mint az ő. Jó, hát nem látjuk, hát most itt a legújabb szerelmed, és hallja, hogy mi vár rá. Úgyhogy... A jó test az a lényeg. Na, nyújtózkodj egyet, és akkor mesélj, hogy milyen alakú legyen a hölgy. Hát ennél jobbat nem tudok mondani, milyen alakú. Nagyon jó. Formás. Gundi legyen, vékony legyen, hosszú legyen, rövid szombja legyen. Középszint. Középszint. Igen. Ez mit jelent nálad? Hát ne legyen túl kövér, mert azokat nem szeretem. Ilyen fogható legyen. Uh-huh. Igen. Szemszín? Mindegy. Ez mindegy? Igen. Nem vagyok válogatós. Szemszínben. Ja. Amúgy igen. Hát igen. Kaja mi? Kajába. Haja fekete. Fekete hajú legyen. Igen. Tehát hölgyeim, figyelem. Itt a zenesarokban, aki Vuki mestert ne akarja fogni magának, most figyeljem. Oké. Okay. És azok jelentkezését várja a mester úr. Egy pillanat. Aki ezeknek a, vagy akik ezeknek a kritériumoknak eleget tudnak tenni. És hogy jól főzzön, mint azt mondtad volna. Nem kell, mert van nekem most párom, és az pont olyan, amilyet én akarok. Uh-huh. Na és mit nem szeretsz? Nem kell senki. Mit szeretsz enni, mert mint azt mondtad volna, hogy enni jól főzzön. Mindent. Igen, például? Hát egyik kedvencem a jó sült oldala. Uh-huh. Sülve a krumpli hozzá, akkor jó levest is szeretem, bablevest például. Uh-huh. Csülkössen? Ó, az. Vagy kolbásszal? Hát csülök az inkább. Az a... Tessék figyelni. Jó csülkös. Itt ül kedves nézőink jelenlegi párja. Igen, hát és ő jókat is főző, tud mindent. Nagyon jó. Látszik a kocakon? Igen. Hát? Mióta ismeretek egymást a jelenlegi pároddal? Ám olyan rég végül is. Körülbelül 8 hónapja. Uh-huh. Hogy történt ez a megismerkedés? Hát, véletlenszerű. Hát minden ismerkedés véletlenszerű, igen. Erről inkább nem beszélek.
Ajaj. Jó. Elpirulnék? Biztos. Nézd már az órádat, hát még egy csomó dal hátra van. Inkább óranézés helyett énekelj. Okay. Mit hallunk? Első Priva szél. Halljuk. Oh, yeah. Azt mesélted, hogy volt egy hosszabb kihagyásod zenében. Igen. Ennek mi volt az oka? Végül is nem volt oka. Az volt az oka, hogy... Nem hiányzott a zene? Nem, otthon csináltam a nótákat, hogy legyen választék, meg mit tudom, ne kelljen mindig
olyanokat játszanom, amit nem tudok, meg mit tudom. Uh-huh. Kis gyakorlás is. Meg visszatértem egy kicsit. De akkor már nyugdíjas voltál, igen, ugye? Meg egy kicsit visszatértem a gitárhoz is, a bassgitárhoz is, uh-huh, gyakorolni. De kinek játszottál az magad? Nekem. Egyedül laktál? Szabad ilyet kérdezni? Igen. Egyedül laktál? Igen. Én azt szeretem gyakorolni a bassgitárt otthon, és hát főleg ezt is kellett gyakorolni, ez nem nagyon ment a fakni, vagy minek hívják. Nem, fert, most mit mutatsz, mert ezt nem fert, értem. Ezzel megütöd a húrt. Igen. Aztán ezzel meg tépsz, vagy, ahogy uh-huh akarod. Uh-huh. Most már elég jó megy ez is. Másképp kell egyébként gitározni a bassgitárral, mint a másik gitárral? Igen, hát végül is a négy főső húr az ugyanaz, mint a hat húros. De nekem sose tetszett a hat húros gitár. Nem értem. Már olyan értelemben. Tudok azon is játszani egy keveset, nem nagyon. De akkordozni az megy jó, csak a szólózás. Én mindig a bassgitárt szerettem. Az állt közel hozzá. No, aztán elteltek az évek. És most hát most itt vagy, persze, látjuk, hát persze, itt vannak a tanok is, hogy látják, hogy itt vagy, de hogy jutott eszedbe, hogy ismét rendszeresen elkezdjen élni? Mi volt ennek az oka? Hiány. Hiányzott a zenélés, meg maga a nép is, a közösség. Unalmas volt. Kicsit vígabbá tettem, ha tudtam zenével. Na most, amikor nem dolgoztál, nem zenéltél, vagy igen, nem nagyon zenéltél, ültél otthon egyedül, és nem történt semmi? Nem. Na, ezek nem. Az időkről mesélj valami. Én is, mint sokan, csak a Facebook, az ment állandóan. Uh-huh. A YouTube, ilyen, uh-huh, tévézés, meg főzés, takarítás, én tudok mindent. Te is jól főzel? Hát, amit tudok, azt jól. Mit tudsz és mit szeretsz főzni? Például csáki rostélyos. Az nem tudom mi, mesélj, az milyen. Ez marra hús, ki kell kloffolni. Mindjárt nagyon nyelek. Ki kell kloffolni, jó, vékonyra, és akkor csinálsz jó sűrű tojásos lecsót. Ezt is ettél már olyat, nem? Tojásos lecsót? Persze. Na, jó sűrűre kell csinálni, mikor a hús ki van kloffolva, beleraksz egy kanállal, vagy amennyi belefér, összetekered, és akkor összetűzdeled valamivel, hogy egybe maradjon, és akkor hirtelen megpirítod zsíron a húst, és mikor úgy érzed, hogy jó, meg van pirulva, utána a többi része olyan, mint a pörkölt. Pörköltet, az főztél már, nem? Hát főzni nem tudok, enni igen. Na, mindegy, hagymát raksz a zsírba, tiszt a főzős műsor lesz ebből a zenés műsorból. Megdinszteled a hagymát, és utána azért paprika. Ugyanaz, mint a pörkő. Na, a lényege az, mikor már puha a hús, már föl minden, a végén kiszeded a húsokat, és a szabba összehabarod, vagyis behabarod tejfölös. Uh-huh. Tehát egészen megtanítasz minket főzni. És akkor csőtésztával, vagy fölszervírozott, akár nokedlival is. Hát? Hogyan, miképp, mi módon tanultál meg főzni? Mi segített hozzá? Hát, leskelődés. Hol itt, hol ott. Na, mindig, részletezd, mindig hol leskelődtél? Kinél, minél?
rokonyoknál, mindig meg szoktam kérdezni, hogy hogy csinálod, hogy főzöd. Igen. Szeretek kocsvasztani. Amit én meg tudok enni, azt más is egye meg. Nem, azt meg tudja enni. Mert ha nem... Nem olyan értelem. Akkor zenélsz. Csak inkább eszik. Igen. Elnézést mindenkitől. Mit hallunk most? Milyen lehet? Gyors, lassú? Hát úgy látom, itt sorrendben valami falevél következik. Ja. Oké, mehet a falevél. Legyen.
és hát, ha jól tudom, akkor most Győrben laktok a pároddal. Igen. Hogy telik el gyakorlatilag egy nap úgy, hogy beleférjen a zene is, meg beleférjen a magánélet is? Na, mindent megpróbálunk összehangolni, hogy hát reggel úgy kezdődik, hogy először is kávé főzés, mert annélkül nincs nap. Kávé, akkor hát igaz, hogy dohányzok. Igen. Azt nem szereti a párom, de két szálat el szoktam cívni reggel. Azt utána kis mosakodás ez az. Ki főzi az ebédet? Hát, asszony főzi. Te már nem főzöl? De, néha. Néha besegítek. Nem szoktam lazsálni. Ha lehet, akkor ott vagyok. Jó, és akkor te lejössz a szintetizátorhoz. Igen. És akkor gyakorolsz. Igen. Vagy azzal, vagy a bassgitárral. De mostanában inkább a bassgitárt részesítem előnybe. Nagyon hát az a régi szerelem nagyon, tulajdonképpen. Igen. Csak ez meddig tart, ez a gyakorlás? Hát, 2-3 óra. Hossza. És az esték hogy telnek? Fellépéssel? Nem. Csak szombaton szoktam menni mostanában. Hát az minden héten van, szombaton. Általában tévézés, meg eszem, iszom. Pílom, dánom. Igen. Minden, ami belefér. Persze. Egy nyugdíjas számára. Hát. Minden a világon. Minden. Jó. Hallgassunk most meg egy dalt. Azt javaslom, hogy a Kicsi nekem ez a ház című dalt hallgassuk meg. Jó. Az éjszaka, ay na 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 na, ay na 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 na,
Köszönjük szépen, gyakorlatilag véget ért a mai műsor. A zene sarok búcsúzik a nézőktől. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. És irány gondolom Győr. Igen. Úgyhogy elvisz a gyors vonat, nem sokára benneteket, haza. Úgyhogy zárásként az a javaslatom, hogy a Gyors vonat című dalt hallgassuk meg, és itt van a listán, úgyhogy igen, biztos, hogy a hangmérnök meg fogja találni. Köszönöm a nézőknek a figyelmet, köszönöm a közönségnek a figyelmet, köszönöm szépen a szép nótákat, és akkor természetesen én is egy hét múlva... Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. És akkor egy hét múlva ugyanezzel a műsorral a szokott időben jelentkezünk. Viszontlátásra, kedves nézőink! Viszontlátásra!